17,5% volt az, amit elértünk itt a 7. kerületnek a körúton kívül eső részén, és most sem számítok rosszabb eredményre. Bejutottak a parlamentbe, az önkormányzatokban is valószínűleg tartom, hogy ott lesznek. Az LMP-re nagyon sokan szavaztak jobb oldalról, bal oldalról, liberális oldalról. Azok az emberek, akik kiábrándultak a mostani politikai elitnek a viselkedéséből. Ebben a kerületben mindig is nagyon magas volt a liberális szavazóknak az aránya, mindig, hogy 90-ig visszatekintünk a választásokra. És mert lényegében megszűnt az SZDSZ, ezért ez a liberális szavazóbázis az LMP-t találta meg magának. Én azt gondolom, hogy nekünk a fő riválisunk itt ezen a választáson nem az LMP. Azt gondolom, hogy vérfrissítés kell és tiszta levegő kell a politikai életben, és nagyjából ezt hozta meg számunkra mindenhol a sikert. Támogatom a politikájukat. Tehát akkor Humba adja, hogy letartóztatása nem segített neked? Én nem beszéltem erről a témáról, én nem kampányoltam, tehát nem másokról szeretnék beszélni, hanem arról, amit meg kell oldani és amit meg kell valósítani. Hát ugye a Humbadról most mennek a pereskedés, börtön. Mennyire nehezíti meg a helyi MSZP dolgát az, hogy elég erősen kötődik ehhez a kerülethez Humba György története? Hát annyira erősen, hogy ő a polgármesterünk. Nem könnyű a helyzet. Ha önhöz bekopognak egy kopogtató céduláért, mondjuk MSZP-sek, akkor mit mond? Rájuk eresztem a kutyát. Igazából ami nagyon fontos visszajelzés, és nem is vagyunk rajta meglepődve, hogy az MSZP-nek a nem tudok szebben fogalmazni, töketlenségét egy kicsit megunták, főleg itt ugye Budapesten, azt gondolom, hogy azért nem csak a mi ügyünk, hanem nagyon sok ügy terheli a budapesti MSZP-t. Ugyanakkor itt a kerületben éppen azért érzem sokkal könnyebbnek a helyzetünket, mert a mi esetünkben, például az én esetemben már nem azt nézik, hogy MSZP-s jelölt vagyok, hanem az Ágika. Én úgy utálom a politikát, a futball, a politika, meg a vallás mindenkori uralkodó osztály népbutító eszköze, és én ebben a táborban nem tartozom. Szerintem nem az egy pártrendszer, ami most van. Sokak számára szimpatikus az LMP, mert számomra is amúgy. A megfelelő minőségű közösségi közlekedés kialakítása az kritikus pont, illetve a gyalogos kultúra és a kerékpáros kultúra meghonosítása, illetve visszahozása. Kerületi szinten meglehetősen nehéz megfogalmazni olyan célokat, amelyekkel itt helyben kampányolni tudnának, hiszen a zöld felületek növelése, a biciklitárolók, a wifi, minden olyasmi, amit ők szeretnének, azt már megtettük itt az elmúlt 8 évben. Levegőtisztaság mindenek előtt. Közvetlenebbek is olyan normálisak, szóval olyanok, mint a közember, vagy nem tudom. Az autós forgalomnak a csökkentése az prioritás. Örülök neki, hogy van egy újabb szemléletű párt, mert már nagyon unalmas volt a paletta. Sokkal normálisabbak, mint a Fidesz. Még nincsen gyermekem, de hogyha lesz, akkor nem egy olyan városban szeretném felnevelni, ahol a légszennyezettség miatt 3 évvel kevesebbre van esélye. LMP. Az a két farkú kutyapárt? A zöldek, persze.